A diákok felkészítése tulajdonképpen már 4 esztendővel ezelőtt megkezdődött, ebből 3 év, az utóbbi 3 év már a letenyeibe zajlott. De valójában, ahogy közeledett az érettségi idő, úgy lett egyre inkább nyilvánvaló, hogy nincs menekvés, nem lehet megúszni, készülni kell, és ingyen nem adnak sehol se érettségi bizonyítványt, különösen nem a letenyeibe. Melyik szabadon választható tárgyat választották a legtöbben? Hát a Puskás Akadémia diákjai szinte természetes, hogy a testnevelést választják. Nem csak azért, mert könnyebb, hanem mert ezzel akarnak kezdeni valamit, hogyha felsőfokú intézménybe gondolkodnak. Inkább azt számít kuriózumnak, hogy az idén van egy növendékünk, Zima Ádám, aki nem testnevelésből, hanem biológia tárgyból fog megmérettetni, és műszaki irányba keres magának lehetőséget felsőoktatásban. És nyelvvizsgát hány diák tesz, vagy tett? Előrehozott érettségit 4 diákunk tett, akiknek emiatt most nem kell angolból, illetve német nyelvből, 2 német, 2 angolos érettségit tenni, mert tavaly sikeresen ezt megtették. Viszont helyettük jönnek pont ilyen számban 11. évfolyamosok előrehozott nyelvi érettségit, tehát a felett száma az nagyjából meg lesz, de 4-en mentesülnek a korábban megtörtént előrehozott nyelvi érettségi vizsga miatt. És mennyire izgulnak a srácok? Úgy látom, hogy nagyon, igencsak lányos zavar érződik jó néhányukon, és még nem is tudják eldönteni, hogy pánikoljanak, vagy poénok irányába keressenek menekülést ebből a lelki nehéz helyzetből, tehertételből. Azért nagy a tét, és ő nagyon le voltak terhelve ebbe a fél évbe, ebbe az egész tanévbe szinte. Úgyhogy érzik a hiányosságaikat, mi is érezzük, és aggódunk mi is, és ők is önmagukért, mi értük, hogy kívánunk nekik sikert, de mi nem vizsgázhatunk helyettük, most náluk pattog a labda.